mindenkinek, sziasztok srácok! Én Oli vagyok, és itt egy következő videó, ahol most kövessétek be a Facebook és Insta oldalamat, hogyha szeretnétek minden hónapban PGT Danis termékeket nyerni, és hogyha folyamatosan akartok értesítéseket kapni a legújabb videóimról, vagy esetleg rólam, hogy mit csinálok, akkor szintúgy megéri bekövetni. Ha szeretnél király és hasznos PGT-es termékeket venni, akkor a leírás legfelső sávba kell kattintanatok, ott rámentek a shoppos linkre, és ott kedvetekre tudtok válogatni bármiféle termékek közül. Rengeteg van, szóval jó válogatást. Ha nem szeretnétek lemaradni egyetlen egy videómról se, akkor mindenféleképpen érdemes bekövetni az összes csatornámon, a képernyőn látjátok az összes csatornámat, de amúgy a leírásban is ott van, nagyon-nagyon szépen köszönöm annak, aki ezt megteszi. Nem más lesz, mint survivalözni fogunk, bizony, eljött most valami falusi barátom, hogy játszunk meg ilyenek, sziasztok, szia, hello. Szóval, ja, reméljük, hogy találni fogunk valami jó cuccokat, igazából most elsősorban fát kéne vágni, meg ilyesmi alap cuccokat szerezni, meg mit tudom én, szóval, ja, ilyeneket is fogunk gyűjtögetni, meg kéne egy normálisabb bányát is keresni, nem tudom, te hogy gondolod, neked nincsen cuccod? Azt tudom, hogy van cuccod, na gyere, figyelj, szépen menjünk, vándoroljunk, meg toljuk, meg minden, ott mondjuk, hát nem tudom. Ez itt igazából nem bánya, oké, mindegy, meg kell próbálni keresni, ami, ott van egy eléggé nagy cucc, de igazából nem tudom, hogy, nem, ez nem egy bánya, azt tudom, hogy ez egy bánya, na mindegy, jó van, próbáljuk meg tovább keresni, és majd megpróbálok neked valami követ kiszedni, jó? Majd megpróbálok neked valami követ kiszedni, és akkor próbálunk neked majd, neked is akkor egy normálisabb csákányt csinálni, ez mi? Ez itt mi? Ez itt mi, srácok? A sorsod mindig a mélységben találod, csak így állíthatod meg. Mi ez a cucc? Mi ez? Nem tudom, ez itt egy rendőrautó. Nem? Ja, ez egy rendőrautó. Ez konkrétan egy rendőrautó. Nem tudom. Wow, mi az? Ó, jaj, mondjad, mi a baj? Nem tudom, ez egy rendőrautó, itt egy láda. Itt egy láda, van benne egy könyv. Oké, ezt majd el fogjuk mindenféleképpen olvasni. Mi a baj, haver? Ez a legendában szereplő autó. Milyen legenda? Milyen legendára gondolsz, hogy mi van? Nem tudom, elvileg szellemőrzi? Hogy érted? Miért? Miért őrizni? De ez csak egy átlagos izé lesz. Ez csak egy átlagos rendőrautónak tűnik, legalábbis nekem. De senki sem hitt abban, hogy létezik. Hát most te figyelj, most te most miből gondolod azt, hogy ez így az az autó? Tehát, hogy most így nem értem a problémádat. Egy rendőr elment nyomozni. Aha, de most elmondja a sztorit, vagy nem tudom, oké. Jó van, akkor mondd a sztorit, addig én... És sose látták újra. Aha. És ennyi a lényeg, hogy egy rendőr elment dolgozni, sose látták újra, és így random így ennyi, és mostantól itt van egy autó, vagy mi, vagy nem értem. Négy gomb van a kocsijának a csomagtartóján. Aha, és ezért gondolod azt, 1, 2, 3, 4. Innen ismerető fel, aha. Hát nem tudom, hogy hogy vagy vele, de én annyira nem hiszek azért az ilyen legendákba, de mindegy. Hát jó, figyelj, de én inkább megyek, de nem már, ne sem félek ettől, de ne csináld már, tök izgalmas lesz, nem... Jó van, oké, eddig tartott. Nagyszerű, de nem értem, hogy miért kell mindentől félni, mert inkább nézzük meg ezt a könyvet, hogy ebbe vajon mi lesz, másszunk fel a rendőr kocsinak a tetejére, és itt biztonságosabb. Na! Ez itt a legendás eltűnt rendőrautó, vigyázz, szellem kísérti. Hát ebből túl sok dolgot nem tudtunk meg. Na mindegy, jó van, oké, tehát elvileg szellem kísérti, nagyon jó. Jó, ezt rakjuk el, mint bizonyítékot, vagy valami. Van fánk, ez még biztos jól jöhet majd a későbbiekben. Erre a táblára kéne rájönni, hogy ez. Ajaj, menj innen, ajajaj, az ott tényleg ott van valaki, az ott tényleg ott van, beleestem valami bányába, ajaj, menjünk innen ki, mi a, hagyd el a kocsimat, tényleg itt van egy szellem, nem már, én most forrán nem hittem, hogy itt lesz egy szellem, vagy véged, na jó, nem érdekel, valahogy ennek a végére kell járni, ott volt egy tábla, srácok, amit meg kell néznünk. Muszáj egyszer megnézni, hol van a szellem? Eltűnt, oké. De megijedtem, Jézus Isten! Nem hiszem el! Azt mondtam, menj el! Jó van, el is megyek, szia! Hello! Cső! Találkozunk legközelebb, meg minden! Remélem nem. Ez nagyon ijesztő volt. Jézus, na jó, oké, muszáj lesz elolvasnunk ezeket a táblákat valahogy. Csak attól félek, hogy ott lesz valahol mögöttem. Csak könyörgöm, ne legyen mögöttem. Oké, szóval, a sorsod mindig a mélységben találod, csak így állíthatod meg. Tehát a sorsomat a mélységben állítom, és hogy csak így állíthatom meg. Na, várjátok, most rá kéne jönni arra, hogy hogy érti azt, hogy a mélységben találod.
Oké, közben folyton fordulok, hogy nehogy mögöttem legyen való a szellem. Csak így állíthatod meg. Tehát itt most arra gondol, hogy a szellemet így állíthatom meg, vagy mit? Nem tudom, hogy mire gondol pontosan, de igazából ennek kéne valahogy utána járni. Oké, szóval első kérdés az, hogy hogy érti azt, hogy a mélységben? Tehát milyen mélységre gondol, és a másik dolog az, hogy nehogy ránk találjon. Jó, inkább megpróbálok innen lejjebb menni, és inkább egy kicsit bujkálni, vagy valami, mert nagyon-nagyon rossz vég lesz ennek szerintem, hogyha meglát engem megint a szellem. A sorsod mindig a mélységben találod, csak így állíthatod meg. Wow, ez olyan... Ne már! Ne! Nem akarom! Nem! Nem hiszem el! De annyira ijesztő! De komolyan olyan... Nézzük, hogy milyen ijesztő a skinje! Menj innen! Nem bírom megütni! Hát jó, hogy szellem! Hát mégis is, hogy bírnám megütni? Nem hiszem el! Jó, oké, gyorsan ugrálunk a fal... izéken... Fákon, én vagyok izé a... Hú, mi annak a neve? T-betűs vagy, nem tudom mi a neve, mi annak a neve? Én vagyok Tarzan, elugrálok a szellemek, töltső! Ennyi, na hol a szellem? Oké, elment. Oké, leráztuk, jól van. Na srácok, figyeljetek, nagyon nagy kérdés, hogy tényleg ez mit jelent. Szóval, a sorsod mindig a mélységben találod. Szóval, valamit lent kéne, nem? Tehát a mélység az lent van. Lehet, hogy le kéne menni, csak így állíthatod meg. Tehát gondolom, hogy így állíthatom meg a szellemet, hogyha leások, vagy lemegyek. Nem tudom. Jó, ezt meg kell próbálni, figyeljetek, bemegyünk a rendőrkocsiba, és elkezdünk szerintem lefele ásni. Remélem, hogy be fog válni, remélem, hogy valami történni fog, és remélem, hogy jól csinálom a dolgomat, és nem rontok el igazából semmit. Nem tudom, nem találok semmit. Oké. Jó, ez így nem lesz jó. Oké, ez így nem lesz jó, visszamegyünk, vagy valami. Jó, ez itt nem vált be. Akkor mondjuk megpróbáljuk itt a tábla előtt, mert végül is mégis a tábla előtt írta. Szóval megpróbálunk így a tábla előtt akkor leásni, és talán végre megtaláljuk azt, amit elvileg. Mi keresünk? Itt egy bánya. Oké, igazából ez itt egy bánya, nem tudom, hogy ebbe kéne valami különlegeséget találnom, de van egy lucky blokkunk, amit most szépen kinyitunk. Szóval, ja, ezt gyors kinyitjuk. Ajne! Ajne! Csak ne TNT! Jó, nem TNT, oké. Jó, mennyi... Ajaj! Itt van valaki. Na figyeljetek, itt van valaki, és tele van itt minden gyémántal. Most ez így mi? Jó, valahogy mögé kéne lopózni, vagy nem tudom. Kicsikét óvatosan, hogy ne vegyen észre, vagy valami. Oké, nem vett észre, hogy látom. Itt tele van minden gyémántal. Itt minden konkrétan tele van gyémántal. Jó, mit tudom én, üssük ki a kart. Hova lett az a gyerek? Hello! Cső! Hello! Szia! Mizu van, milyen gyerekre gondolsz? Micsoda? Mondjad, hello! Szia! Te hogy kerültél ide? Vagy ki vagy te? Vagy nem tudom. És miért vagy a rendőrautó alatt? Vagy nem tudom. Mit keresel itt? Hát nem tudom, leástam a rendőrautó mellett, mert ott volt valami tábla, vagy nem tudom. Aztán lejöttem, ja. Elég érdekes helyed van, elvileg elűztelek. Hát nem tudom, miért te ki vagy? Vagy most miről van szó? Nem azt tudom, hogy ki vagy te, vagy mi van? Én kezelem a szellemet. Mi van? Hogy ez, hogy te kezeled a szellemet? Mire gondolsz? Mi? Te kezeled a szellemet? Vagy mi? Te vagy a szellem? Vagy mi? Egy robot? A szellem egy robot? Te hallod? Figyelj már! Akkor az egész rendőrös dolog nem is létezik, mint az egész egy kamu? Vagy mi? Nem hát! Wow! Wow! Oké! És akkor... De tartanod kell a szádat! De most így mi van? Most én nem értem, mi történt, mert amúgy fogalmam sincs, hogy most mi van? Mert most már tudod az igazat. Aha, de hát várjál már, most én ezt nem értem. De te irányítasz egy robot szellemet, és kitaláltad ezt az egész történetet, ami így történt. De miért? Miért csináltad ezt egészet, vagy mi? Hogy a gyémánt bánya, ami itt van, az enyém legyen? Tehát azt... Várjál már! Várjál, nagyjából megpróbálom így összeizélni. Tehát itt egy gyémánt bánya, amit te az egészet magadnak akarsz, ezért kitaláltál egy szellem sztorit, hogy senki nem legyen a gyémánt bánya közelébe jönni, amikor meglátja ezt a rendőrautót, és ezt a robotot kezelted, hogy elhiggyék, hogy tényleg van a szellem. Igaz? Igaz. Wow! Hát nem tudom, egész okos taktika amúgy, de wow! Egy kicsit durva, valami zsaru vagy? Nem, nyugi, nem vagyok zsaru, meg semmi, csak igazából én ilyen, nem tudom, felfedező, vagy honnan logikáztad ki? Hát eléggé, nem tudom, hát okos vagyok, vagy nem tudom, fogalmam sincs, srácok, okos vagyok? Okos vagyok, vagy nem vagyok okos? Mi ez? Tartsd a szád! Kaptam 64 gyémánt blokkot! Wow! Oké, és akkor megtarthatod. Oké, köszi. Még ad nekem aranyrögöket is. Mondjuk ez annyira nem érdekes, de köszi szépen. Jó, hát figyelj, tartom a számot, meg minden. Nyugodtan, meg ilyenek, nem kell attól félned. Igazából jó fej volt, adott egy csomót. Ebből meg csinálj valami ékszert. Hát, oké, jól van.
kösz szépen meg minden. Hát akkor én lépek is szerintem. A karodat nem tudom, véletlen kiütöttem, de csinálok helyette egy gombot, parancsolj. Vagy nem tudom. Nem ismerjük egymást. Jó, nem is láttalak. Hát, csá, hello, cső. Jó, oké. Okay. Wow. No, oké, és menjünk szerintem haza, vagy valami. Ez nagyon durva volt. Ez nagyon-nagyon durva volt. Kérült, hogy az egész szellem sztori egy nagy kamos vég, egy csábú irányítja konkrétan egy robotot. Meg ilyenek, és nem is létezik ez a szellemes rendőr, vagy nem tudom. Wow, oké. Okay. Visszamegyek a faluba, mert nem tudom, valamit mondanom kell a izének, ugye a falusnak, akivel eljöttem, vagy nem tudom, kíváncsi vagyok egyszer egyáltalán egy reakciójára, meg ilyenekre. Arnold! Arnold! Hallod, hol vagy? Arnold! Cső! Megjöttem! Csá! Amúgy köszönöm, magamra hagytál amúgy ráadásul, na mindegy. Figyelj! Képzeld, láttam a szellemet, oda jött kísérteni meg minden, és képzeld... Na várjátok, nem szól neki elmondani, várj egy picit, nem mondhatom el neki! Nem hiszem, mert megértem, meg adott nekem gyémát, de nem mondhatom el neki. Mindegy. Képzeld el, ott volt a szellem, és jött, és megtámadott, de sikerült elmenekülnöm, meg ilyenek. Nagyon durva volt, nagyon izé volt, én megmondtam. Igen, te megmondtad, tényleg léteznek szellemek, persze. Miért kellett maradnod? Mindegy, figyelj, elmenekültem, ott maradt a szellem, és igazából annyi leg, hogy senki nem mehet abba az erdőbe, mert akkor azt elkapja, meg ilyenek. Ja, nagyon-nagyon izé, el sem hiszem, hogy igazi. Hát igen, nagyon durva, igen, igazi, persze. Jó van, figyelj, amúgy találtam 64 évántot, szóval gazdagok vagyunk, oké? Okay? Jó van. Jó, Istenem. Én nagyon-nagyon élem. Srácok! Ezt így honnan? A szellemtől loptam. Na srácok, köszönöm, hogy tudtok fel ebben a videóban. Nagyon-nagyon fán volt, nagyon-nagyon izé. Nagyon-nagyon élveztem, vagy nem tudom, főleg így a végén, hogy konkrétan bevette így a izé, hogy igaza volt. Viszont már, ha hagyd már a gyémánt blokkot, azért ne rozsd már el, az még fog kell lenni, meg ilyenek. Na srácok, köszönöm, hogy időtök volna ebben a videóban, ha tetszett, dobjunk egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, csekkoljátok le többi videómat, iratkozzatok fel a többi csatornámra is, nézzetek meg a TikTokomat, Instagramomat, Facebookomat, meg minden ilyesmit, hogyha akartok videós eseményeket tenni, akkor az jutra a leírásnak felső zsirába, és nagyjából ennyi, köszönöm, hogy időtök, a következő videóm kezdődik a Dani. Minecraft nevű csatornámon, ott a... Nem. De, a Dani Minecraft? Legyen a Dani Minecraft, mindegy. A Dani Minecraft nevű csatornámon kezdődik, de igazából lehet, hogy nem ott, mindegy, a live végén úgyis kiszpemelem. Mindegy, ilyenek csak... Szóval, sziasztok, köszönjük, hogy jutottok. Csá, hello.